Több mint másfél év óta nem tudtunk rendezvényt tartani, köszönhetően a pandémiás helyzetnek. Egész pontosan tavaly március 10-e környékén volt az utolsó rendezvényünk, ez a nőnapi bál volt, és azóta nem tudtunk közösségi eseményt, közösségi rendezvényt tartani. Éppen csak felocsúttunk az első hullámából a koronavírus járványnak tavaly nyáron, és ezt követte a sokszoros villámárvíz, ugye egész pontosan ötször öntötte el a falut a villámárvíz, ebből háromszor jelentős kárt is okozott, jelentős problémákat hagyott maga után. De minden ilyen nehezítő körülmény ellenére azért mi dolgoztunk, államtitkár úr is, én is, az önkormányzat dolgozói is dolgoztunk, és számos fejlesztést tudtunk megvalósítani ez alatt az időszak alatt is, illetve számos pályázatot tudtunk előkészíteni, mostanra már ezek nyertes pályázatok, és ha megengedik, néhányat megemlítenék ebből, hiszen tényleg keveset találkoztunk, kevés információ van. Ugye a tavalyi év során a Modern Falu program keretében megépítettük a Szabadság utcában szinte teljes hosszban a járdát, viaklós járdát kapott, felújítottuk a Bottyán utcát, illetve egy szakaszát a Bottyán utcának, elkészült a piasztér és elkészült a rendezvénytér. Ezeket sajnos a járványhelyzet miatt nem tudtuk átadni, és most pótolnánk be tulajdonképpen ezt az eseményt, vagy ezeket az eseményeket egy ilyen kis nyárzáró rendezvény keretében. Igazából ez a rendezvénytér is kettős funkcióval bír, talán ez is egy kicsit ilyen piac és rendezvénytér funkciót lát el. De közben mi azért figyeltük a lehetőségeket, és egyéb felújításokat is végeztünk, például az iskolának a második épület, a melléképületének a tetejét is sikerült felújítani, most pedig éppen a bejárati lépcsőt burkolják újra, úgyhogy kívülről most már az iskola is egészen kulturált állapotokat fog mutatni. Emellett előkészítés alatt van ez a csapadékvizes pályázatunk, ami már elég régóta húzódik, de a vízügyi engedélyek azok nehezen mennek. Tavasszal el fog kezdődni az a beruházás is. Nyertünk forrást a Széchenyi utca felújítására. Itt ki fogjuk cserélni azt a slipperes burkolatot aszfaltburkolatra, illetve alatta a csapadékvízelvezető rendszert felújítjuk, kicseréljük, illetve úgy tűnik, hogy a gáz is fel fog jutni ebbe az utcába. Nagy örömünkre, régóta teher volt ez számunkra, illetve régóta presszionáltak a lakók, hogy jó lenne oda a gázt felvezetni. Ez most meg fog történni. Ezen felül felújításra fog kerülni a napközi, az iskola napközie, teljes belső felújításon fog átesni, eszközbeszerzés is tartalmaz a pályázat. Új eszközöket, új edényzetet, új bútorokat fog kapni az az épület is. Ezen felül, ugye említettem az elején, hogy a csapadék, az árvíz az egy nagyon súlyos problémát okozott számunkra. Nyilván kerestük a lehetőséget, hogy hogyan lehetne ezt a problémát hosszú távon megoldani, ezért megkerestem államtitkár urat, megkerestem a szakmai szervezeteket, katasztrófavédelmi hatóságot, vízügyi hatóságot, mindenkit, aki illetékes volt ebben a kérdésben, és szerencsére, hál' Istennek meghallgatásra került a mi bánatunk és a mi problémánk, úgyhogy államtitkár úr hathatós közreműködésével egy 400 milliós pályázatot nyertünk el, aminek a keretében meg fog épülni a záportározó, illetve a patakmeder jelentős része fel lesz újítva, tehát nagy része fel lesz újítva, hidak is, ahol a problémás szakaszok vannak, fel lesznek bővítve. Véhetően ez a program is a jövő évben fog elindulni, és jövő őszre már azt gondolom, hogy hosszú távú biztonsága lesz a településnek az árvizekkel, a hirtelen lezuduló csapadékokkal szemben. Emellett másik két jelentősebb pályázat is érint bennünket. Ugye felújításra került a Péliföld-Szentkereszt-Bajót összekötő útszakasz.
és felújításra került, vagy kerül éppen jelen pillanatban és felújításra a TÁL, a teljes belterületi útszakasz. Ezek nem a mi projektjeink, ezek a Magyar Közút projektjei, ezt a beruházást ezt ők koordinálják, ők készítették elő műszakilag, és ők is valósítják meg a beruházást. Mi csak örülünk annak, hogy végre a belterületi utak is megszépülnek. Úgyhogy nagyjából én ennyit tudnék mondani az elmúlt időszakról. Nem tudom, hogy ez sok vagy kevés, én úgy érzem, hogy mi sokat dolgoztunk, kívülről lehet, hogy nem így látszik, hiszen az adminisztrációs rész, az előkészítő munka az nem látványos, mindig a beruházás, amikor épül az, ami látható, ami fogható, kézzel fogható. Emögött rengeteg munka van, az apparátus munkája, sok politikus munkája, sok szakember munkája. Úgyhogy én azt kívánom mindannyiunknak, hogy ma egy kicsit élvezzük ki az együttlétet, örüljünk a sikereinknek, az elért eredményeknek, és mindenkinek tartalmas, jó szórakozást kívánok az est hátralévő részére. Köszönöm a figyelmüket! Tisztelettel köszöntöm én is polgármester urat és valamennyi megjelent kedves vendégét ennek a mai rendezvénynek. Hát hallhattuk polgármester urat, azt hiszem, hogy jó dolog Bajóton polgármesternek lenni, és jó dolog Bajóton lakni, mert arányaiban ennyi fejlesztés azt hiszem, hogy mindig vállalható, és mindig azt jelzi, hogy aktív a vezetés, aktív a hivatalnak az apparátusa. És azt is tudom, hogy amikor pályázati lehetőségek vannak, valóban mindig, ahol csak lehet, elindulnak. Ami elhangzottakból nekem két dolog külön örömöm, mert az, hogy a helyi dolgaink mennek, utcák, ennek a térnek az átadása, gyakorlatilag végre van egy fedett rendezvény épület, ami a kültéri rendezvényeknél zenekaroknak, fellépőknek lehetőséget nyújt. Az, hogy valóban az út az már eléggé kritikus állapotban volt, és ezt el tudtuk érni, hogy a Magyar Közút felújítja. Sőt, láthatjuk azt, hogy ott a pusztamaroti elágazótól elindultunk Bajna felé is, valamikor majd teljesen összeérünk Zsámbékkal. Persze tudom, a Nyerges felé, amerre többet járunk, arra még vannak feladataim, tehát hogy még azt a részt szintén meg kell oldani. De a másik oldalra is, a Bajnai út felé a kikötés, mármint Szentkereszten keresztül, az is jövőre folytatódni fog. Tehát tényleg lendületben vagyunk, tényleg jól haladunk a dolgokkal. De amit említettem, a legfontosabb pont a tavalyi év tanulsága kapcsán az, hogy ez a záportározó, ez meg tudjon valósulni. És magam is meglepődtem, hogy ilyen gyorsan sikerült eredményt elérnünk, és egy olyan pályázatot benyújtanunk, ahol ennek a forrása biztosítottá vált. De ezek a munkarészek, de azt hiszem, hogy amit polgármester úr említett, hogy tavaly márciusban volt utoljára rendes nyíltéri rendezvény, hogy végre kijöttünk a pandémiából, különösen tudunk ünnepelni, lehet zenés rendezvényeket tartani, és hát arra kell vigyáznunk, hogy ez így is maradjon, tehát továbbra is biztatok mindenkit, hogy a oltási kedvét ne veszítse el, hogyha olyan a helyzet, mert ez a kivezető út, amivel egész Európát meg tudtuk előzni, és ami biztosítja nekünk azt, hogy szabadabban élhetünk. Láthatjuk a tévéiradóban, hogy mennyi helyen mászkálnak maszkba. Nyilván, hogyha figyelünk, vagy hogy nehezedik a helyzet, valamit nálunk is lépni kell, de ha tartjuk ezt a fegyelmezettséget, akkor remélem, hogy nagyobb zökkenők nélkül tudunk ezen a negyedik hullámon átmenni. És hát az a polgármester beszámolt arról, hogy ő mit végzett polgármesterként, képviselőként, azért hallhatjuk a hírekbe, hogy rám is nehéz feladatok várnak, meg kell majd szavaznom a 13. havi nyugdíjat, hogy jövőre megkaphassák a nyugdíjasok. Már készítem az újamat, úgyhogy ígérem, hogy meg fogom nyomni azt a gombot, ami ehhez szükségessé válik. Tudjuk, hogy a 25 év alattiaknak az adókedvezmény már az már elfogadott tény, és a Magyar Falu programban is emeltebb összegekkel tudunk operálni, úgyhogy polgármester úr, már mindig vannak újabb ötletei, sosincs annyi forrás, de jövőre is lesz mit dolgozni. Én ezekkel a gondolatokkal kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást erre a mai napra, és azt, hogy gyakorlatilag tudjuk egy kicsit felhőtlenül örülni, és tényleg ünnepelni itt közösségben. Köszönöm a figyelmet!